kocsimba, ripítjem bel a patyomba, gyere rózsám a kocsimba. Nem ülök én a kocsijába, mert nincs kennek köké szemülány. Ripítjem bel a patyomba, gyere rózsám a kocsimba. Vörös bor, mindjárt rád kerül a sor, röcseg babát tetejét, mindenki szót felét. Velence Tavi Szent Benediktus borlovagrend nevében nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, és felkérem Turcsányi Sándorné elnök nagymester asszony, a borlovagrendünk vezetőjét, hogy köszöntse a 17. Liberália borünnep résztvevőit. A 17. Liberália borünnepet megnyitom. Kívánom, hogy érezzék jól magukat. A mártonnapi eső fagyott, majd szárazságot ígér. Mindezt nem azért mondom el, hogy a borral kapcsolatos jeles napokat és jóslásokat bemutassam, hiszen ezeket itt mindenki ismeri. Sokkal inkább arra szeretnék rámutatni, hogy ezek a bölcsességek még ma is, mint látjuk, érvényesek. Valóban a meteorológusok szerint a következő napok hideget hoznak, az új bor pedig ilyenkor már megmutatja magát. Gyors legyen! Én Kocsányi Sándorné, elnök nagymester, téged Liber Sándor, Liber Páter Istennel fogadlak. Annélkül, hogy meg ne kóstolnád a 2023 évi bort, nem lehet Páter a Páter. Annak idején szintén az új bort kellett megkóstolnia, és ennek a feladatnak úgy kell eleget tenni, hogy én töltök először a te poharadba, aztán a saját poharamba, és utána pedig a szádba egyenesen. Úgyhogy ezt a feladatot végre kell hajtanom. Ígérem, hogy a Szent Orbán szobrot az elkövetkezendőben megőrzöm, és a munkámat a szőlészetben és a borászatban is szeretettel és alázattal fogom végezni.